szenzáció. Oszmán szimbólumokat és görög iniciálékat tartalmazó viaszpecsétet forgat a kezében Raskó Ramadánszki régész. Ez a legértékesebb lelete az egykori Becsei várnál végzett ásatásoknak. A török Becsei árterületen fekvő óvárosi lelőhely az ország egyetlen valamelyest megmaradt középkori és kora újkori tiszai vára. Teda Bečejska tvrđava, iako je minirana najmanje tri puta, i to tokom tri veka, ipak su opstali dovoljno značajni ostaci utvrđenja da nas eto iznenađuju i danas, da nas u stvari motivišu, da zavređuju pažnju. Megbízható adatok egyelőre nincsenek arról, hogy a vár mikor épült. Erre talán majd az ásatások eredményei adnak választ. Ami minden kétséget kizáró információ vagy dokumentum arról, hogy a vár már létezett, az egy 1338-ban keletkezett dokumentum, amikor is Károly Róbert királyunk igyekszik a várat, vagyis igyekszik házasságot megbeszélni fiának, és ebben a dokumentumban Lendő Megyének adja úgy Szeged, illetve Becse várát. A Tisza szabályzását követően a víz szintje megnőtt, ezért a várfalak nagy része víz alá került. A zentai tiszai mentőcsapat búvárai a víz alatt, a régészek és az egyetemi hallgatók pedig a föld alatt kutattak a maradványok után. Mi szinte ćemo u narednih 5 godina otkriti celu tvrđavu i ona će cilj je u stvari da se ona približi turistima, da se poboljša turistički potencijal Novog Bečeja. Ja sam nekako mišljenja da bi tu moglo da se gleda i cvetanje Tise sa te tvrđave, da se lepo osvetli, da se lepo restaurira. Az Aracs 95 polgárok egyesülete az aracsi pusztatemplom mellett évek óta gondozza a vár területét is. 2004-ben fakeresztet állítottak itt az 1551. szeptemberében a török elleni harcban elesett várvédők emlékére. Mi kései várvédők így emlékezünk meg dicső nagyjainkra, hisz nekik köszönhetőleg maradhattunk itten a Tisza partján, a Tisza legszebb folyásán, a Becse váránál. A Tisza-szigeti erődítmény sorsát a karlócai béke pecsételte meg, és 1701-ben lerombolták.